A Vállalkozók Országos Szövetsége 2006-tól az országos díjhoz hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elismeri a területükön kiemelkedően teljesítő szakembereket. 10 jelöltet állítottak ebben az évben is. Magyar irodalom kategóriában Csabai László író, magyar színház és filmművészet kategóriában I.S. Ákos színművész, magyar képzőművészet kategóriában Botrágyi Károly grafikus, magyar tudomány kategóriában N. Szabó József professzor, magyar oktatási és köznevelés kategóriában dr. Jeneiné Makrai Erika pedagógus, magyar építészet és építőművészet kategóriában Veres István építész, magyar sajtó kategóriában Zsoldos Barnabás újságíró, magyar népművészet és közművelődés kategóriában Makrai Zsuzsa Tűz-Zománc művész, magyar zeneművészet kategóriában Kazár Pál zenei vezető, magyar sport kategóriában pedig Rácz Sándor kézilabda edzőt jelölték. A 10 jelölt közül 3-an prémadíjban részesültek, ami mellé 1 millió forint is járt. 2016-ban prémadíjat kapott Kazár Pál, a Móri Zsigmond Színház zenei vezetője, aki a zenei világ szinte minden területét kipróbálta. A zenélés mellett foglalkozik oktatással, vizsgáztatással, lemezek gyártásával és kiadásával. Elismerésben részesült Zsoldos Barnabás, aki 1974-től dolgozott a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójában, 2002-től 2007-ig vezette is azt. Munkája során főleg a Szatmár-Beregi térség mindennapos életét, problémáit mutatta be. A 2016-os év 3. prímadíjasa a Nyíregyházi Egyetem Társadalomtudományi Intézetének professzora N. Szabó József lett. Tényleg egyfajta összegzés, ugye egy hosszú kutatói pálya eredményeként kaptam ezt, meg egyfajta életműdi, de az a helyzet, hogy mint a méltatás után elmondtam, hogy nem szeretném abba hagyni, folytatnám, még meg szeretnék írni még egy 3-4 könyvet, van is hozzá anyag, és még vagy 100-110 cikket, mert erre szükség van, a tudományos piac, a folyóiratok, kiadók elviszik, úgyhogy ez egy fontos küldetés továbbiakban is. A másik pedig, hogy az olvasókat is érdekli, olyan témákkal foglalkozom, a kultúra, a tudomány, az elittek, meg ezek olyan kérdések, amelyek úgymond referálódnak, és viszi a vagy kutatást a tudományos közélet. A zsűri minden évben egy külön díjat is átad, 2016-ban ebben Botrágyi Károly grafikus művész részesült. Nem akarom elhinni ennek a pályának a vége, hogy ez legyen. Bár még tovább fogom csinálni azért a dolgokat, még talán jobban is szeretném, mint ahogy eddig csináltam. Megpróbáljuk, aztán majd lesz valahogy. Nyíregyháza város különdíját 2016-ban dr. Jeneiné Makrai Erika pedagógus, a megye különdíját pedig Makrai Zsuzsa Tűz-Zománc művész értemelte ki.